16 éve Tarisznyás Márton útján címmel ünneplik hagyományainkat a Salamon Ernő gimnáziumban. A Gyergyószentmiklósi Szálvátor Alapítvány várja a jelentkezőket az idei lovasterápiás foglalkozásokra. Szombaton délelőtt sétára hívják az esélyprogramban résztvevő mozgássérült gyermekek az egészségeseket. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, jó estét kívánok! A Tarisznyás Márton útján címet viseli az a hagyományokat tovább örökítő rendezvény, amelyet 16 éve indítottak útjára a Salamon Ernő gimnáziumban. Az esemény alkalmával ezúttal is több száz tanuló öltötte magára a székely népviseletet, hogy az ünnepélyes megnyitó után a körtáncot eljárja. A program részeként még az osztályokban kialakított múzeumokat lehetett meglátogatni, de volt népdallánc, táncház és a települések vetélkedőjét is megtartották a záró ünnepség és díjazás előtt. Hagyományőrző napot tartottak május 16-án a Salamon Ernő gimnáziumban. Sokaknak nem kell bemutatni ezt a rendezvényt, hiszen szerves részét képezi már Gyergyószent Miklós kiemelkedő eseményeinek, hiszen 16 éve annak, hogy útjára indították a középiskolában a gyökerek, hagyományok és népi szokások megtartásának és tovább örökítésének érdekében ezt az ünnepséget. Az esemény már a túlmutat az iskola falain, hiszen a salamonosokkal együtt ünnepelték a testvér és vendégiskolák. Ezúttal a budapesti Verespálné gimnázium, a putnoki Serényi Béla mezőgazdasági szakközépiskola, valamint a krajovai Elena Kuzá kollégium küldöttsége volt jelen. A hagyományőrző napnak minden évben van sajátos tematikája, ez az iskola arculatát meghatározó ünnepi mozzanatához kötődik. Avattak már emléktáblát Jakab Antal püspök tiszteletére, leleplezték az iskola első tablóját is, megünnepelték a gimnázium homlokzatára visszakerült nemzeti jelképet, Salamon Ernő születésének 100. halálának 70. évfordulójára is megemlékeztek, iskola harangot is szenteltek, majd a gimnázium alapításának 100. évfordulóját is megünnepelték. Egy következő évben Márton Áron püspökre emlékeztek. Tavaly előtt az iskola múzeumának avatóját ünnepelték, tavaly a hagyományőrző nap 15. évfordulóját tartották. Most az iskola elmúlt 10 évéről készült monográfia kiadását ünnepelték. A kötetről a 8 tagú bizottság egyik tagja, Barabás Gyöngyvér pedagógus beszélt. A könyv elkészítésénél kettős szándék vezérelt. Egyrészt arra törekedtünk, hogy objektíven, statisztikai adatok segítségével ismertessük mindazt, ami a gimnázium falai között zajlott 2008-2018 között. Másrészt igyekeztünk teret biztosítani a kollégák és diákok személyesebb, kreatív megnyilvánulásainak is. A monográfiát a felszólaló mellett Ferenc Attila, Márton Veronika, Kastal Ottilia, Erdős Anna Mária, Polgár István, Jánosi Rekecki Katalin, valamint Lakatos Mihály szerkesztették. Utóbbi az iskola igazgatója viccesen szemléltette a gyergyói versengés sajátosságát, de örömét fejezte ki azzal kapcsolatosan, hogy létezik ez a fajta versengés, mert ettől várható a fejlődés is. Nagyon örvendek, hogy ilyen mondatokkal ritkán találkozunk. Nem érdemes csinálni semmit. Úgysem érdekli senkit a munkánk. Ahogy mostanig jó volt, ezután is jó lesz. Azért pedig különösen boldog vagyok, mert minden iskolai rendezvényen látom a tenni akarást, a lendületet, a vidámságot, a tehetséget, a jókedvet. Ez ad erőt nekünk tanároknak is, azt érezzük, hogy értelme van a munkánknak. Az ünnepségen Szüngámanó Jeleni Koletta tanfelügyelő a testvériskolák létezésének fontosságát emelte ki, utalva a krajovai és a gyergyószentmiklósi középiskolák kapcsolatára. Ugyanakkor megjegyezte, hogy bár 17 éve él Székelyudvarhelyen, egyszerre ilyen sok és szép népviseletbe öltözött fiatalt még nem látott. Mă bucur din suflet că acest proiect a reușit, nu numai pentru copiii din Harghita, ci și pentru copiii din Craiova. Pentru că aveți șansa de a găsi împreună acum esența ideii de unitate în diversitate. A hagyomány nem a hamu őrzését, hanem a láng továbbadását jelenti. Ezzel a gondolattal méltatta Nagy Zoltán polgármester a rendezvényt. Népi hagyományaink őrei vagytok ti. Azzal pedig, hogy magatokra öltitek a népviseletet, és ha csak egyetlen napig is,
de népdalaitoktól hangos a város. Bebizonyítjátok, hogy örömmel vállaljátok ezt a feladatot. A 16. hagyományőrző napon jelen volt Winkler Gyula, európai parlamenti képviselőjelölt, aki elmondta, hogy ha Európában gondolkodunk, zűrzavart lehet látni, és úgy véli, hogy az erdélyi magyaroknak, a székelyeknek a helyes választ kell megadni, és két választási lehetőség van. Összeszedünk mindent egy nagy-nagy-nagy mozsátba, identitásokat, közösségeket, nemzeteket, régiókat, nyelveket és kultúrákat, apró szilánkokra zúzzuk mindezt a mozsátban, utána egy olvasztott égelybe beleszórjuk, megolvasszuk, és kiöntjük onnan az új, nagy európai egyformaságot. Ez az egyik út. A másik út az azoké, akik valóban a sokszínűséget nem szlogenként értik, hanem értékként. A mi Európánk azoké, akik a sokszínűséget tiszteljük, a hagyományt, a kultúrát és a történelmet, az nem egy ilyen mozsárban összezúzott nagy egyformaság, hanem inkább egy mozaik. Egy olyan mozaik, ahol minden egyes nemzet, minden egyes régió, minden vidék, minden népviselet, minden anyanyelv és minden kultúra külön-külön darabkája ennek az értékes, csillogó, ragyogó mozaiknak, amiből kirakjuk a mi Európánkat. Az ünnepségen népdali szavalat is elhangzott a tanulók előadásában. Szeretlek, szeretlek, csak ne mondd senkinek, míg a templom földjén össze nem esketnek. Fekete, piros csütörtök és vasárnap délután, amikor kimenős a lány, fekete, piros, fekete táncot járva járt a szüntette. Szalíz, fegyi, zöldet, ő, zöldet, ő, abba vagyon, csipke, bókor vesző. Arra le a szállott búskelice, arra le a szállott búskelice. A megnyitó után a diákok az iskola előtti téren gyülekeztek, a hagyományos körtáncot pedig a gimnázium néptáncosai vezették fel. Az időközben eleredő eső sem tántorította el a több száz fős iskolát, a népes közönség csodálatát is kiváltó énekléstől és tánctól. Május 21 és 24-e közötti időszakban lezárják a 138-as jelzésű megyei úton a Gyergyó-Tekerőpatak és Gyergyó-Kiénfalva közötti vasút átkelőt. A lezárásra az átkelő felújítási munkálatai miatt lesz szükség. Május 20-án 9 és 19 óra között előkészületi munkálatok lesznek, ez alatt egy sávon még lehet közlekedni.
Ezt követően május 21-én 9 órától teljes lezárás lesz. A forgalmat 24-én 9 órától szabadítják fel. A lezárás idejére a gépjárműforgalmat a 126-os jelzésű megyei útra Vasláb és Gyergyó-Újfalu közötti szakaszra terelik, és ezt táblákkal is jelezni fogják. A Gyergyó-Szentmiklósi Szálvátor Alapítvány évek óta foglalkozik lovasterápiával. Idén is több programot hirdetnek, három különböző tematikájú és korosztályú foglalkozásra várják a fogyatékkal élő, krónikus betegségben szenvedő, tanulási vagy fejlődési nehézséggel küszködő gyermekeket. A jelentkezési határidő lejártát követően az időjárás függvényében kezdődik is a lovasterápia. Három tematikus programot hirdet meg a Szálvátor Alapítvány, melyekre már várják a jelentkezőket, hogy minél előbb elkezdhessék a lovasterápiás foglalkozásokat Gyergyó-Szentmiklóson. Első a már hagyományosnak számító krónikus betegséggel és fogyatékossággal élő gyerekeknek írt program. Ez a gyógyító lóbarát nevű program, aminek ez évben a Betlehem Gábor Alapkezelő ZRT a támogatója. Ennek a programnak a célcsoportját 2-től 18 éves korig való élettartamú gyerekek, krónikus betegséggel és illetve fogyatékossággal élő gyerekek alkotják, tehát az ő szüleik, jogi képviselőik jelentkezését várjuk e hét péntekig, tehát 17-ig, amennyibe úgy gondolják, hogy ez nekik a javukat szolgálná. Egy másik, szintén most már hagyománnyal élő programunk, ez a Patásbarát program, aminek a támogatója a Jánposzt Egyesület. Ennek a célcsoportja 5-től 14 éves korig terjedő élettartamú tanulási zavaros, illetve tanulási elakadásokkal jellemezhető gyerekek. Az ő esetükben is a szülők, jogi képviselők jelentkezését várjuk jövő hét péntek, tehát május 24-éig. A harmadik program a legkisebbeknek, vagyis a 2-5 éves korú gyermekeknek szól, akik valamilyen fejlődési elakadással küzdenek. A Manó programot is a Jánposzt Egyesület támogatja, erre jelentkezni május 24-éig lehet. Köztudott, hogy a lovasterápia, a lovaglás, lóval való találkozás nagyon jó hatással van a gyermekekre, a sérültek számára kiváló lehetőség a fejlesztésre. Nagyon érdekes dolog, hogy a ló puszta jelenlétével tulajdonképpen visszavisz az eredetünkhöz, tehát akár tudattalan szinten a természeti létünket hozza előtérbe, tehát hogy az emberiségnek az egész kezdete óta a ló egy egészen fontos partner volt, és most is valahogy ebbe a felgyorsult technológiával teletűzdelt társadalmunkban is egy másfajta szerepet kap, most éppen visszavisz az eredetünkhöz, visszavisz oda, ahol esetleg elakadásaink vannak, ahonnan újra el tudunk indulni. Egy társ, egy elfogadó lény, aki nagyon jó hatással van a gyermekek mindenféle képességére. Megnyugtat, ellazít, elfogad, és ugyanakkor bátorít, maga biztosságot ad. A Szálvátor Alapítvány által szervezett foglalkozásokon 40-50 gyermek vesz részt. Míg a kezdeti időszakban nehezen nyitottak az emberek a lovasterápiára, a pozitív tapasztalatokat hallva mind többen jelentkeznek a meghirdetett programokra. Ezúton is felhívják a lakók figyelmét arra, hogy a feltöltő keresztény zenefesztivál alkalmával a művelődési ház előtti parkolót és a testvériség sugárutat, vagyis a Román Autóklub és a felső körforgalom közötti útszakaszt lezárják május 17-én pénteken délelőtt 11 órától, május 20-án hétfőre virradó 1 óráig. Az érintettek megértését kérik. Tavaly a Miénk itt a tér elnevezésű rendezvény részeként szerveztek eseményt a Caritas szociális ágazatának esélyprogramjában résztvevők számára, hogy a mozgássérült gyermekek az egészségesekkel találkozhassanak. Szombaton délelőtt sétára várják az érdeklődőket, mert úgy gondolják, akadálymentesítésre a léleknek is szüksége van. A rendezvényhez bárki csatlakozhat, egészségesek, fogyatékkal élők egyaránt. Sétálj, mozogj velünk magadért is az esélyprogram gyermekeiért, szól a felhívás, melynek keretében minél több embert szeretnének megszólítani, hogy adjanak esélyt a sérülteknek, hogy megmutathassák járókerettel, kerekes székkel is a közösség fontos részei.
A sok éves tapasztalat azt mondja, hogy akadálymentesítésre a lelkekbe is szükség van. És ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha sérültek mellett egészségesek sétálnak, szaladnak, kocognak, tevékenykednek, és meglátják egymás képességeit, egymás lehetőségeit, esetleg érintkeznek is, akár egy simogatással, akár támogatással, hogy bátrabban, magabiztosabban lépkedjenek, mozogjanak. Ezért gondoltuk, hogy kihozzuk őket a közösségbe, a városba, hogy szem előtt lehessenek néha, nem csak úgy egyénenként, hanem akár társaságba, tömegbe. Az esélyséta szombaton délelőtt lesz. Az elképzelések szerint a résztvevők a Fogarasi Mihály Műszaki Liceummal szemben található. Mártonáron utcából sétálnak, megközelítőleg 2 óra alatt a Csiki kertbe, ahol folytatódik a program. Mártonáron szociális központ udvaráról indulunk 10 órakor. Kisétálunk a Csiki kertbe, ott amellett, hogy a csodálatos környezetet és a tavaszi zöldülést, virágokat, madárcsi csergést élvezzük, majd falatozásra kerül sor, illetve, hogyha a kedvük, energiájuk még engedi, játékokra és nagyon vidám, közös együttlétre. A programhoz csatlakozott a Cukorbetegek Egyesülete, az Ápolói és Gondozóközpont, a sportiskola tanárai, sportolói, a korai fejlesztő és nevelőközpontba járók, a Caritas önkéntesei, de bárkit szeretettel várnak, aki részt venne ezen a sétán, kortól függetlenül. Sajtótájékoztatón mutatták be május 15-én reggel Hargita megye tanácsánál az intézmény fenntartásába tartozó Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház új, megbízott ápolási igazgatóját, Szekeres Ildikót. Dr. Konrád Judit, a kórház menedzsere kihangsúlyozta, az ápolási igazgató tevékenysége nagyon fontos, hisz a betegellátás lényeges eleme az egészségügyi ellátásnak, ugyanakkor pedig az ápolási igazgató irányítja a kórház személyzetének legnagyobb hányadát kitevő alkalmazottak, az asszisztensek, ápolók munkáját. Az ápolási igazgatónak nagyon nagy, nagyon sokrétű feladata van. Elsősorban az, hogy az ápolási folyamatot megfelelően vezesse a kórházban, ugye a gyógyulás érdekében. Ez a folyamat azért is nagyon fontos, mert a legnagyobb számú személyzet munkáját veszi igénybe, és ezért is nehéz ennyi ember munkáját koordinálni. De egyik legszebb tevékenység, mert a legtöbb időt ők töltenek a beteggel, számukra nyílnak meg a betegek, ők azok, akik a legközelebb kerülnek a beteg lelkéhez, tehát mondhatni a leghálásabb feladat, ami az övék, a tevékenység az övéké. Szekeres Ildikó szakmai múltját ismertette. A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Középiskolában és technikumban szerzett asszisztensi képesítést, később pedig a Budapesti Gazdasági Egyetemen főiskolai diplomát szerzett. 15 évig dolgozott a Csíkszeredai Kórház sürgősségi osztályán, majd a Hargita megyei Közegészségügyi Igazgatóság egészségmenedzsment részlegén tevékenykedett, az asszisztensek továbbképzésének, vizsgáinak szervezésével foglalkozott. Részt vett az asszisztensek rendje alapításában, egy ideig a szervezet elnöki tisztségét is ellátta. Ezt követően a Caritas kötelékében dolgozó ápolók számára szervezett továbbképzési programokat. Újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, meglátása szerint jelenleg empátiára, alázatra és a beteggel való megfelelő kommunikációra van leginkább szükség az egészségügyi ellátásban. A legfontosabb számomra, hogy a kollégákkal egy nagyon jó csapatot alakítsunk, az osztályos főasszisztensekkel, és hogy azt a tudást, amivel nyájan rendelkezünk, tovább tudjuk adni a beteg felem. Fontos, hogy a munkánkat az együttérzés, az alázat és a beteg emberrel való megfelelő kommunikáció irányítsa a szakmaiság mellett. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke úgy gondolja, a betegek jogos elvárása,
hogy empátiával, szakmai alázattal viszonyuljanak hozzájuk a romániai egészségügyi ellátórendszer dolgozói, és reményét fejezte ki, hogy a Csíkszeredai Kórházban sikerül ezt meghonosítani. Fontosnak tartjuk, hogy napról napra a megyei sürgősségi kórház ahhoz a célhoz közeledik, ami egy ambiciózus cél, hogy térségi, regionális, klinikai kórházzá avanzsáljunk előre, tehát lépjünk előre, és ehhez egyértelműen több feltételt kell teljesíteni. Amellett, hogy fejlesztésekre van szükség, gépekre van szükség, újabb beruházásokra van szükség, az emberi, a személyek tekintetében is fejlesztésekre, bővülésre, gazdagodásra van szükség, és ilyen szempontból egy megerősödött, stabilizált vezetőség egy nagyon nagy támasza lehet ennek a fejlesztési stratégiának. Dr. Konrád Judit megköszönte a mandátuma végére járt korábbi ápolási igazgató Vízi Mária tevékenységét. Közölte, Szekeres Ildikó megbízatása egyelőre 6 hónapra szól, a most folyamatban levő igazgatói versenyvizsgák után az osztályvezető főorvosok számára, majd az ápolói igazgató tisztségre is kiírják a versenyvizsgát. Ezek voltak híreink, köszönöm figyelmüket, a holnapi viszontlátásra!